Folytatódott az Aranybulla Könyvtár aranyat érő beszélgetések kulturális portrébeszélgetés sorozata. A találkozón Bokros Judit Penna régiadíjas újságíró a műsor házigazdájának vendégeként egy ismert és szerte hazánkban elismert és szeretett székesfehérvári testvérpár, Majoros Andor és Majoros Róbert, a népi kultúra, a néptánc jelenkori kortárs támaszainak közös alkotói, testvéri, munkatársi létét ismerhették meg a vendégek. Ők a néptánc területén nagyon-nagyon ismertek itt Székesfehérváron, hiszen évtizedek óta táncolnak az Alba Régia táncegyüttesben, illetve már nem feltétlen csak táncolnak, vagy nem táncolnak, de hanem mellette egyéb fontos feladatuk van az együttes körül, úgyhogy ezért is gondoltuk évelején, hogy meghívjuk őket, mivel ugye párokat, testvérpárokat, családtagokat, házaspárokat is meghívunk idén, és hát különösen aktuális teszi az ő szereplésüket az, hogy nemrég Csokonai díjat kaptak augusztusban, és jövőre pedig 75 éves lesz a táncegyüttes, úgyhogy erről is kérdezem majd őket. Fehérvár napfivéreinek idősebbike, Majoros Andor, meg annyi közös emlékkel, a töpörtyüléttől a nagykorúság kivételes kihívásainak megélését is megosztotta velünk. Így megtudhattuk, milyen az, mikor a tehetség, az elkötelezettség, a szorgalom és a testvéri szeretet napról napra a legfőbb mozgató rugója létünknek. A lányok lennénk, akkor holdnővérek lennénk, de mindig szeretjük azokat a megjelenéseket, külön-külön is, de így együtt tényleg teljes a kép, amikor egy kicsit kötetlenebbül lehet beszélni nem csak a szakmánkról, hanem mint emberekről, mint testvérekről, és ez ritkaság számba megy, hogy az embernek a szerette a testvére, családtagja, egyrészt a munkatársa, másrészt a barátja, és ez egy nagyon jó párosítás esetünkben. Az eleve elrendelés misztikuma épp úgy tetten érhető Majoros Róbert életében is, hiszen a teljes család egyként tett hitet a táncművészet valamennyi bugyrát megjárva a gondolat mellett, amely mindenkor megerősít. Ha a szíved csordultig telt, akkor már nem beszélsz, hanem énekelsz, és ha a szíved túlcsordul, akkor már nem énekelsz, hanem táncolsz. Volt már ilyen beszélgetésünk, szerintem egy-kettő, úgyhogy az emlékeim szerint nagyon jól sikerültek, mert igazából arról beszéltünk, ami tényleg velünk történt így a 30-40-50 év alatt, és azon kívül tényleg, hogy testvérek vagyunk, munkatársi viszonyban is azért már jó régen vagyunk, úgyhogy tényleg nagyon sok közös élményünk meg történetünk van, úgyhogy szerintem egy jó hangulatú beszélgetés lesz, remélem ez is. A cseppet sem mértéktartó, ugyanakkor őszinte, izgalmas és tartalmas diskurzusban közelebb kerülhettünk Andor és Robi mindennapi életéhez, ünnepeikhez. Így a zsúfolásig megtelt könyvtár vendégei megismerhettek két csupa nagybetűs embert, akiknek története bizonyosan megerősíti hitüket, hogy a szeretet és a közös alkotómunka eleve elrendelés.